Üdvözletünk! Nagy dolgok vannak készülőben az Activision házatáján, nemrég ismerhettük meg az új, visszatérő Guitar Hero Live koncepcióját, erre most leleplezték az idei Call of Duty-t, ami mint az előzetes pletykák alapján már sejthető volt, a Black Ops harmadik része lesz. Idén a Treyarch 3 éves munkájával lesz lehetőségünk szórakozni, de a háttérben az Infinity Ward és a Sledgehammer Games már gőzerővel dolgozik a következő epizódokon is. Belegondolva nem lehet egyszerű átlátni a kocsalátfát, ráadásul úgy készíteni az új jövevényeket, hogy az előző rész fogadtatásáról semmilyen visszajelzéseket nem kaphatnak, elvégre csak a fejlesztés utolsó és középső szakaszában jelenik csak meg a legutolsó rész. Mielőtt még túl misztifikálnám a dolgot, egy rövid előzetes képében lássuk most, mire is számíthatunk majd a Black Ops 3 kapcsán. A Treyarch bizony több frontos kodreformot vizionál az új játékukkal kapcsolatosan, már az eddigi információk alapján pont nem ez mondható el a Black Ops 3-ról, ugyanis az elmúlt évek népszerűbb shootereiből csüpegettek össze jól működő bevált elemeket. Mindenki a másikat majmolja, lassan meglesznek az első körbe majmolások is. Ezúttal az új kod a Titanfall és a Dying Light jól működő mozgás kultúráját igyekszik majd a saját képére formálni, azaz lesz falonfutás, hatalmas jetpackes ugrándozás és parkúros koreográfiák, míg a Destinyből a specializált karakterek köszönnek vissza és a csapatmunka. Na de lássuk először, mi várható a rövidke sztori mód kapcsán. 2060-ban járunk, mikor is egy technológiának köszönhetően világszerte kiiktatták a légi drónos hadviselést, és a csatákat földközelben vívják kibernetikus implantációkkal felvértezve, még nem az élő szövetes fémvázak korában járunk, de már az exoszkeletonok után, viszont még valamennyire emberiek a DNI katonák. Különleges képesség tűzi játék várható, a kampány során szerzett fejlesztéseinket bármikor lehetőségünk lesz használni, és a tulajdonság birtokában akár az ellenséges robotok felett is átvehetjük majd az irányítást. A szóló mód egyébként már csak opcionálisan lesz egyszemélyes, mivel 3 másik társunkkal is lehetőségünk lesz végigtolni, ennek köszönhetően pedig sokkal tágasabb helyszíneket alkottak, eddig nem látott intelligenciával megáldott gépi ellenfelekkel. Lébegetők, víz alatti összecsapások, nagy erejű közelharci támadások és komolyabb rombolhatóság, minden, ami szemnek fülnek ingere, reméljük tényleg nagyot szól majd az új kod. A multiplayer módra és annak pályáira is jellemző lesz a Titanfall-szerű kialakítás, így villámgyorsan cikázhatunk majd akár a falakon is. Katonáink fegyverhasználati képessége egyenes arányban lesz mozgáskultúrájukkal, így akár futás közben is bármikor ellőhetjük egy muslica tökéről a szört, ami persze épp az ellenfél fej előtt próbált elrepülni. A multiplayer mód egyik legnagyobb újdonság azonban a kasztrendszert váltó specialisták lesznek, azaz menet közben nem tudunk majd variálni a sniper és a minigunnal aprító Terminator között, az adott meccset a választott különlegesen képzett egyedi katonával kell majd hoznunk. A 9 egyedi specialista között akad majd férfi, női vagy képesített verzió is, természetesen különböző képességekkel. Lesz, aki lökés hullámok vénító erejét veti be, mások fókuszmóddal növelhetik pontjaikat, vagy falon keresztül is láthatják az ellenfeleik mozgását, sőt, még térben helyváltoztatásra képes egyedek is lesznek. Várhatóak területreható fegyverek, robbanó töltetes nyilak íjjal, különböző speciális gyilkos kézi fegyverek, közelharci pengék, brutálisan aprító, robotkézből átalakuló miniganok. Nocsak, úgy fest tényleg lesz itt pár komolyabb, merészebb elképzelés, végre a multi is kicsit megváltozhat. Az előzetes videófelvételek alapján látványban az Advanced Warfare színvonalára lehet számítani. A zombis játékmód kapcsán viszont még szinte semmi konkrétumot nem kaptunk, mindössze kicsit nagyot mondó ígéreteket, miszerint ezúttal ez az opció is egy külön történetet fog kapni, ami ha egyenrangú ugyan nem is lesz a story mód grandiózusságával, de azért próbál majd felnőni ahhoz, ráadásul a mérnöki pontossággal megtervezett rendszerének, a fejlődésnek és a sziporkázó küldetéseknek hála állandó újrajátszásra sarkalja majd a játékost. Na jó, ezt le kell fordítanom. Nesze semmi, fog meg jól, és még a szádba is kapsz cukorkát. Hát reméljük a 2015-ös kocsukorka fincsi és zamatos lesz, nem pedig fanyar és szőrös. A Black Ops 3 PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra november 6-án fog megjelenni, de előtte az előrendelők még tolhatnak majd egy komolyabb beta tesztet is, a PC-sek meg húzhatják a szájukat a minimum 6 GB-nyi RAM-os rendszer követelmény kapcsán. Köszönjük a figyelmeteket, és mindenkinek egy az eddigieknél sokkal jobb Call of Duty-t kívánunk idénre. Sziasztok!